Elektromos ablakemelő rendszer és klímaberendezés segíti a jó levegőzést a jövőben a Paksi idősek otthonában, ahol két helységet alakítottak át, a gyógytornateremből és a hozzátartozó öltözőből egy nagy foglalkoztató szobát hoztak létre. Három tükröt és egy bordásfalat is elhelyeztek, ezeket a gyógytornás segítségével használhatják majd az otthon lakói. A fejlesztések itt nem állnak meg, a teraszokat és a padokat is rendbe hozzák a jövőben. Régi nagy vágyunk, szerettünk volna teret adni annak, hogy egyéni foglalkozásokat tudjunk nyújtani egy olyan környezetben, ahol nincs zavaró tényező, úgy mondván akár egy átmenő forgalom, tehát ahol elmélyülten tudunk a lakóinkkal foglalkozni. Az elmúlt hónapokban elkészültek az óvodákban és a tagóvodákban a festések, megjavították az udvari játékokat, játéktárolókat és a vizes blokkok tetőszerkezetét is rendbe hozták. Lépcsőket, árnyékolókat alakítottak ki. Mintegy 15 intézményen dolgoztak a nyári szünetben. Összértékben azt mondom, hogy egy olyan 8 millió forintnyi összeg van vissza. Én bízom benne, hogy ezt nem is azt mondom decemberre, de mintegy október végére teljes körön befejezzük. Tehát az idei év intézmény felújítása, azt mondom, hamarosan befejeződik. A következő hetekben az Ürgenmezei játszótére építenek egy kosárhintát, a faluház mellé pedig egy 4 személyes mérlekhinta kerül majd.